Tisztelt főapát úr! Urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm minnyájukat itt imáron a megemlékezésünk, konferenciánk második részén, a konferencián, ami, hogy mondjam, csak szinte logikus folytatása mindannak, amit a mise során hallottunk. Azt gondolom, hogy az a közösség, ami együtt volt a misén, bár egy másik teremben, de mégiscsak ugyanabban a lelkületben van együtt, és még mielőtt bármi továbbit is mondanék, tisztelettel felkérem Nagy István nagykövet urat elnökét, hogy üdvözöljön minket. Tisztelt főapát úr, főrabbi és főmufti urak, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, elnök úr, tisztelt excellenciás nagykövet urak, kedves vendégeink! Egy hosszabb időt átölelő megalakulási és koncepciónkat kialakító kezdeti aktivitásunk után, két évvel ezelőtt itt Pannonhalmán indítottuk el a Habsburg Alapít, Otto Alapítvány mai profiljának tényleges működését. A helyszín és az időpont választás nem volt véletlen. Ott akartunk elindulni, lendületet venni, ahonnan névadunk is tudást és erőt merített, és ahol a szíve végső nyughelye is itt van. Azért is jöttünk ide két évvel ezelőtt, mert bár alapító feladatunk a hagyaték megőrzése és feldolgozása, Otto szellemi hagyatékának ápolása nagy szakértelmet igénylő tevékenység, amelyhez megfelelő lelkület és hit is kell, ami e falak között mindnyájunkban csak erősödhet. Köszönetet mondok főapát úrnak és a szerzetesi közösségnek, hogy újra és újra tárt kapukkal fogadnak minket. Segítik munkánkat, megtisztelnek együttműködésünkkel. Az elmúlt két évben alapítványunk sok munkát végzett, amiről nemrég megjelent éves beszámolónk is számot adott. A jelentős előrehaladást értünk el a dokumentumok feldolgozásában, különös tekintettel a magyar nyelvi anyagokra, oklevelekre és a fényképekre. A gyűjtemény rendezése a legkorszerűbb eszközökkel, a Nemzeti Gyűjtemények módszertanát követve zajlik annak érdekében, hogy minél előbb közkincsé válhasson az a rengeteg érték, ami ránk lett bízva. Konferenciáink, pályázataink igyekeztek névadónk szellemi örökségét megidézve hozzájárulni napjaink diskurzusaihoz. Legyen szó akár történeti örökségünkről, vagy kontinensünk, régiónk helyzetéről, jövőjéről. Mindezen természetesen szükséges volt a Magyar Országgyűlés és a magyar kormánynak hathatós és nagyvonalú támogatása, amelyet ezúttal is köszönünk. Bár sosem lehetünk teljesen elégedettek, azt gondolom, hogy két év elteltével jó lelkiismerettel állhatunk meg e szent helyen, hogy ezúttal is Európa helyzetéről, a világunk sorsát alakító vallási közösségek helyzetéről beszéljünk, azok után, hogy a Szentmisén Habsburg Ottóra emlékeztünk. Köszönöm főapát úrnak, és különösen a főmufti úrnak, hogy az utazást is vállalva itt vannak a velünk. Örömmel tapasztalom, hogy a Habsburg Ottó alapítvány tevékenysége irányt nem csak itthon, hanem külföldön is egyre nagyobb az érdeklődés, és hogy egyre többen tekintik gyűjteményünket egy olyan intézménynek, ahol az egykori trónörökösről származó, rá vonatkozó dokumentumok a legjobb helyen vannak. És ha egyetértenek, kérem, hogy önök is legyenek, vigyék tovább ennek jó hírét. Köszönöm, hogy sokan kísérik figyelemmel tevékenységünket,
aminek alapja nem csak egyfajta konszenzus arról, hogy Otto személye munkássága mit is jelentett a 20. század történelmében, hanem annál is több egy konkordancia értelmünk és szívünk együttműködése között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek jegyében kívánok most tanulságos eszmecserét, köszönöm itt létüket, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, elnök úr, szavait. Itt kis eszmecserét folytattunk rögtön főapát úrral, mert ő jelezte nekem, hogy nem csak előadást tart, hanem még köszönt is. Úgyhogy most következik az ő köszöntője. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink mindannyian! Házigazdaként nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet ezen a konferencián és megemlékezésen Habsburg Otto halálának 10. évfordulója kapcsán. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Hussein Kavazovics urat, Bosznia-Hercegovina főmuftiát és kíséretét, Darvas Iván főrabbi urat, Habsburg Otto családjának jelenlévő tagjait, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat, Nagy István urat, a Habsburg Otto alapítvány kuratóriumának elnökét, és Prőle Gergely urat, az alapítvány igazgatóját. Vitathatatlan tény Habsburg Otto azon törekvése az Európai Parlamentben, de sok más nemzetközi fórumon is, hogy széles körben elismerté váljon, Magyarországnak megkérdőjelezhetetlen helye van kontinensünk intézményrendszerében, intellektuális és értékközösségeiben. Vajon miféle felismerés húzódik törekvése hátterében? Talán egyfajta jövőbetekintés. Az uralkodóház több évszázados tapasztalatából forrásozó jövőbetekintés húzódik a háttérben. Nevezetesen az, hogy a jövőben nem csupán a nagy birodalmak összefogása, hanem Európa kisebb és nagyobb lélekszámú nemzeteinek egyenrangú együttműködése, a szükséges döntéseket a megfelelő szinteken meghozni képes rendszer lehet csak hosszú távon működőképes. Ma Európában, de az egész világon is azt tapasztaljuk, hogy a béke, a társadalmi stabilitás nem teremthető meg csupán politikai és gazdasági érdekekre alapozva. Talán legalábbis reméljük, hogy egyre erősebb a vágy a különféle értékeken és eszményeken alapuló kapcsolati hálóknak a kialakítására. Ezek közé tartozik itt Európában a monoteista, ábrahámi vallások közös eredetének tudata, mint kapcsolati háló. A korszellem sajnos inkább a szembenállás lelkületét erősíti. Mi itt Pannonhalmán a magunk eszközeivel, konferenciákkal, kiadványokkal, személyes kapcsolattartással, teljes erőkkel a falak bontásán, a vallási alapú intolerancia és megkülönböztetés felszámolásán, a vallási fundamentalizmus terjedésének fékezésén, az erőszak minden formájának megszüntetésén próbálunk dolgozni, és azért imádkozunk. Aki a monostorunkba lép, átmegy a közösségünk jelszavát, a Pax feliratot hordozó kapun. Önök is mindannyian a béke jele alatt léptek be hozzánk. Kívánom, hogy ez a mai tanácskozás hatékony útkeresés, egyfajta kapcsolati hálóépítés legyen. A monoteista ábrahámi vallások békés együttélésének, együttműködésének, a modus vivendinek a kialakítására, azért, hogy erősítsük társadalmaink békéjét és stabilitását. Biztos vagyok benne,
hogy ez méltó Habsburg Ottó emlékéhez. Isten hozta önöket nálunk. Köszönjük szépen főapát úr szavait, ami számomra annak a tanulságnak a levonását is lehetővé tette, hogy nem érdemes előre megírni beszédeket, mert az élet úgyis átírja őket. Úgyhogy én voltak éppen ott folytatnám, ahol ő abba hagyta. És engedjék meg, hogy abban a személyes megjegyzéssel kezdjem, ami némiképp visszautal elnök úr szavaira is. Amikor 2 évvel ezelőtt elkezdtük ennek a 400 meglehetősen rendezetlen ládának a feldolgozását, akkor ugye a név alapján, a történelmi olvasmányok alapján sejtettük nagyjából, hogy milyen jelentőségű iratokkal lesz dolgunk. De az a nap mint nap megismétlődő tapasztalat, ami akkor történik meg velünk, amikor egy-egy ismeretlen levélváltást fejtünk föl, amikor egy újabb cikket olvasunk Habsburg Ottó tollából, voltak éppen ez az az élmény, ami ennek a személyiségnek az érdekességét, nagyszerűségét, világra szóló, az európai gondolkodáson túl messze túlmutató voltát vázolja föl. Az ember persze nehezen beszél erről, mert ki vezetne egy olyan intézményt, amit saját maga ne dicsérne. Tehát furcsa lenne, ha azt mondanám, hogy jelentéktelen iratokkal van dolgunk. Ezért próbálják meg, és azért is veszem ennyire privátra ezt a mondani valót, mert tényleg nap mint nap komoly intellektuális élményt jelent azoknak a leveleknek, feljegyzéseknek, a cikkeknek a megismerése, ami Habsburg Ottótól származik. A mai együttlétünk, konferenciánk terve az is voltaképpen ezekből a tapasztalatokból származik. Hiszen sokat hallunk a keresztény Európáról, sokat hallunk arról, hogy a páneurópai mozgalomban, vagy akár az európai parlamentben Habsburg Ottó, mint mélyen hívő katolikus ember, mi mindent tett annak érdekében, hogy Európa értékrendjét meghatározza, hogy világossá tegye, voltak éppen Európa alapító atyáinak, Adenauernek, de Gasperinek, Schumannnak, vagy velük együtt, vagy őket szinte megelőzve azt, hogy mi is lehet egy európai együttműködés érték alapja. Ám nagyon leegyszerűsítő dolog lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy ezt nem egy globális összefüggésben látta. És ez a globális összefüggés, ez megmutatkozott abban is, hogy ki mindenkivel tartott kapcsolatot messze a kontinens határain túl, messze azon túl, hogy ezek csak királyi házak vagy fejedelmi udvarok lennének. Ő az egész világot egy olyan civilizációs hálózatnak tekintette, ahol vallások, kultúrák együttműködése, együttélése adja mindazt, amit világpolitikának tekintünk, vagyis nem lehet elválasztani egymástól a civilizációs vallási folyamatokat, és azt a reálpolitikát, aminek ő maga is mélyen és nagy lelkesedéssel a részese volt. Vagyis, és ez a második pont, a legfőbb üzenete a hagyatékfeldolgozásának az az,
hogy a politikusi lét, a politikai gondolkodás az nem választható el attól, hogy a nagyobb civilizációs összefüggéseknek is tudatában legyünk. És ha a nagyobb civilizációs összefüggésekről beszélünk, akkor nyilván arról is beszélnünk kell, hogy szűkebb környezetünkben mik ezek a civilizációs összefüggések. Európa sorsáért sokan aggódnak manapság, mindnyájan joggal, de különböző érvrendszerekkel és különböző eszmei, szellemi háttérrel. Nagyon sok a felületesség ebben a beszélgetésben. Nagyon sok az előítélet, és nagyon sok az olyan gyorsan megfogalmazott, a politikai kommunikáció szabályainak megfelelő, de intellektuálisan talán kicsit sekélyes gondolat, aminek inkább eredménye a megtévesztés, mint az a tudatosítás és tudatformálás, ami valóban elvezethetne egy értékközpontú Európa megvalósulásához. Itt Közép-Európában nekünk különleges felelősségünk van, és ez egy civilizációs felelősség. Nem csak azért, amit gyakran elmondunk, hogy Közép-Európában mi manapság nagyobb gazdasági növekedést produkálunk, mint Európa más részein, nem csak azért, mert azt gondoljuk, hogy értékválasztásunkban mi következetesebbek vagyunk talán, mint mások, hanem azért, mert ez a közép-európai örökség, ez egy súlyos felelősséget ró ránk. És ez egy civilizációs felelősség. Egy olyan civilizációs felelősség, aminek része azoknak a vallási közösségeknek az együttélése, akik most itt jelen vannak közöttünk. Ez nem pusztán valami monarchikus nosztalgia, hogy meghívtuk ma ide a szarajevói főmuftit, egy zsidó főrabbit, és élvezzük főapát úr vendégszeretetét ezen a szent keresztény helyen. Ez nem csak valami a vallásközi párbeszéd romantikus gondolatának a felelevenítése, hanem a célunk az, hogy ezt a civilizációs gyökérzetet, amiben mi élünk, ezt világossá tegyük és megerősítsük. Ne felejtsük el, hogy főmufti úr az a muzulmán vallási vezető Európában, aki az egyetlen történeti muzulmán közösség vezetője az öreg kontinensen. Nem bevándorlók vallási vezetője, hanem egy olyan vallási közösség, ami 500 éve, nyilván az Oszmán Birodalom létrejöttét követően a Balkán-félszigeten működik. A zsidóság szerepe Európában az sokkal inkább nyilvánvaló közöttünk, de azt gondolom, hogy a mai világban, amikor látjuk, hogy a zsidó közösség is hányféle, és hogy az a reneszánsz, ami visszatért, és aminek hála jó Istennek Magyarországon tanúi vagyunk, ezt a közösséget milyen különböző irányokba viszi, és milyen sokféleség mutatkozik meg, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Ugyanakkor a keresztény közösség helyzete, az a sokféleség, ami nekem tegnap, és ezért nagyon hálás vagyok ezért az élményért, ahogy tegnap este érkezésük után főmufti úrral és kíséretével beszéltünk erről, nekik nagyon új és olykor furcsa az, ahogy én a saját keresztény közösségünk sokféleségéről beszélek, ami egy másik civilizációs környezetből érkező vallás képviselője számára ugyanolyan furcsa és érdekes, mint ahogy én hallgatom a muzulmán közösséggel kapcsolatos információkat. No, tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy mi itt Közép-Európában erről az örökségről beszéljünk, és ha már az ábrahámi vallásokról van szó, akkor
hagy idézzem Habsburg Ottó búcsúztatásakor a Szent István dombban elhangzott szentbeszédet, ami nem véletlenül választott két olyan olvasmányt, amire részben főapát úr is utalt. Mózes első könyvének 12. fejezetét idézte Schönborn bíboros úr. Az úr azt mondta Ábrahámnak, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amit mutatok neked. Ez volt az első olvasmány, és ebből bontotta ki Habsburg Ottó életútját. Ahogy ő is rákényszerült arra, hogy elhagyja szülőföldjét, ahogy rákényszerült arra, hogy számüzetésben éljen, hogy újra definiálja önmagát, az elveszett politikai hatalomból egy szellemi autonómiát, egy intellektuális erőt építsen ki. Egy nagyon szép párhuzam, miközben nyilván nem véletlen a választás, benne volt Ábrahám, ugye az egyisten hívők közös őse, így módon teremtve meg ezt a párhuzamot. És a másik, az új szövetségi olvasmány, az is az utal igazán arra, amit főapát úr mondott, és ami Habsburg Ottó életének egy komoly tanulsága, a civilizáció sokféleség közepette ennek a bizonyos békének a megőrzése, hiszen a boldog mondások közül Máté evangéliumából emelte ki azt, amire itt már utalás történt. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. No, tisztelt hölgyeim és uraim, ez az oka annak, hogy ennek a mai megemlékező konferenciának ez a témája. Ezért gondoltuk azt, hogy a három világvallás magasrangú képviselője itt olyan dolgokat mondhatnak nekünk, ami által tudatosodik ez a mi civilizációs összetartozásunk, úgyhogy Isten hozta önöket. És tisztelettel kérem, hogy most főapát úr immáron nem köszöntőként és házigazdaként, hanem a világ kereszténységének képviseletében szóljon hozzánk. Ezt protestánsként is hálásan megköszönöm. Köszönöm szépen a fölvezetést és a fölkérést. Én Európa civilizációs gyökérzete témához kívánok néhány adalékot hozzátenni. Mondandómat a National Geographic egyik fotósának, Ron Millernek a napról készített digitális fotójával szeretném kezdeni, mert a nap az valamiképpen szimbóluma vallási közösségeinknek. Minden olyan szervezetnek, egész biztos vagyok benne, hogy a Habsburg Ottó alapítványnak is, amelyik értékeket akar sugározni a társadalomba az emberek közé. És a nap működésének a látható lényege a sugárzás. Az a sugármennyiség, ami eléri a Földet, teszi lehetővé a felmelegedést és biztosítja az életet, tartja fenn az életet. De a sugárzás az csak egy következmény. A mélyen lejátszódó folyamat az láthatatlan. Elnézést, én földrajztanár vagyok, azért van ez a slide. És az a mélyen lejátszódó folyamat, az a magfúzió, a hidrogén atom magok, vagyis protonok egyesülnek, és hélium atom magok jönnek létre. Ami igazán lényeg, az nem látszik. Az a mélyen van, a felszín az a sugárzás. Valahogy a közösségeink, mindannyiunk közösségének működésének is van valami látható része, ami megjelenik az újságokban, amit idéznek, amire a világ felfigyel. Én egy figyelőből letöltöttem az utóbbi néhány hónapban Pannonhalmáról megjelenő híreket. Hamarosan ott lesz ez a rendezvény is, az önök nevével ki fogom egészíteni egyel, hogyha még egyszer ez a slide előkerülne. És mindannyian elkészíthetnénk szervezetünknek ezt a sugárkoszorúját,
odaírva mindazt, ami látható, amit emlegetnek mások, amivel úgy fémjeleznek bennünket. Ám ez a mi esetünkben is, csak a felszín, a lényeg az valahol mélyen van. Amikor nemrégen ezt a ábrát megmutattam a rendtársaimnak, akkor elkezdtek nevetni, hogy ez egy tojás formára sikeredett, de úgy gondolom, hogy ez nem zavar bennünket abban, hogy lássuk, hogy miről is van szó. A mélyben megélt hitünk, erkölcsünk és értékeink húzódnak. És nagyon jól tudjuk, hogy mindez ideológia marad, ha csak hangoztatjuk. A legszebb eszményeink, a legszentebb eszményeink is könnyen ideológiának tűnnek kortársaink előtt, ha nem hitelesen képviseljük azokat. Feladatunk folyamatosan kutatni, hogy miben áll a konkrét mai életet gazdagító megvilágosítás és megvalósítás. Mielőtt tovább lépnénk, még egy szlájd. A korai keresztény szerzetes atyák, egyházatyák szívesen használják a napnak és a holdnak a képét. A nap az Krisztus, Isten, a hold vagyunk mi emberek. A holdnak ugyanis nincs önálló fénye, nincs mit kibocsátania. A nap fényét tükrözi. A hit, az erkölcs, az értékek az nem a mi találmányunk, hanem Isten kinyilatkoztatása számunkra. És mi megéljük, és úgy tudjuk sugározni mások felé. Értékekről van szó, kulturális értékekről. Hans Joász, a berlini Humboldt Egyetem vallásszociológia professzora szerint 7 európai érték létezik. Lehet, hogy kedvünk lenne vitatkozni vele, de mégiscsak izgalmas, hogy ezt a hetet sorolja föl ő úgy. Azt érti rajta, hogy az értékek azok arra késztetnek bennünket, hogy velük ütköztessük vágyainkat. És ezek motiválnak bennünket. Spontán törekszünk az értékek alapján alakítani az életünket. És amikor reflektálunk az életünkre, és ellentétes tendenciákat tapasztalunk, mint ami az értékeink, akkor így hiányérzetünk van, vagy megszólal a lelkiismeretünk, és azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne másként. A vallási hagyományok, mint érték, különbözőek, de van egy közös halmaz, ami minden különbség ellenére mindenki által vallott. Talán az, hogy létezik egy világfeletti transzcendens szféra. A hit teremtett valóságnak tekinti a világot, és benne minket is, az embert. Isten ajándékának tekintjük ezért, ami a világban létezik. Valljuk mindannyian, hogy Isten szeretettel fordul felénk. Fontosnak tartjuk a megtérést. Ha az ember a szerető Istenhez igazodik, felszabadul benne a szeretetnek a képessége, és él bennünk az örök életnek a reménye. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon közös, fontos vallási alap a különböző felekezetek ábrahámi vallások között. Hans Joász felsorolásában az az izgalmas, hogy úgy látja, hogy a többi érték mögött is húzódnak vallási motívumok. Nem úgy van, hogy vannak a vallási értékek, és van az összes többi, ami aztán teljesen profán, és annak semmi köze a valláshoz. Például a hétköznapi élet nagyra becsülése. Első hallásra talán furcsa ez, hogy az európai értékek közé sorolja. A gondolatát az újkori német alföldi csendélet festészettel szemlélteti. Azt írja, hogy már nem szenteket, királyokat vagy mitológiai alakokat ábrázolnak, hanem egy vidám, falusi, lakodalmas társaságot, sonkákat, szőlőfürtöket és egy-egy pohár bort. De Eckhart mester, késő középkori keresztény, misztikus, filozófus, teológus azt írja, hogy a világ felé forduló tevékenység értékesebb Isten kapcsolatnak tekinthető, mint a világtól elforduló életmód. Vagy Szalézi Szent Ferenc püspök a Filóta a jámborság útja című művében azt írja,
hogy az erények között a legfontosabbak, amelyek hivatásbeli kötelezettségeinkhez kapcsolódnak. Mert nagyszabású lehetőségek ritkán adódnak az életbe, de apró lehetőségeink naponta vannak az Isten szolgálatra. Itt a vallási vonatkozás, a hétköznapi életünkkel kerülünk közelebb Istenhez. Vagy a bensőségességnél, a bensőségesség kultúráját igazoló történetek között, ott van Lukács evangéliumában megörökített két betániai testvér, Mária és Márta, és a hozzájuk betérő Jézus története. Márta csak foglalatoskodik az ételkészítéssel, Mária pedig leül Jézus lába elé, hallgatja a mestert, és Jézus szavai szerint ő választotta a jobbik részt. A kis családi konfliktussal együtt is egy nagyon bensőséges történet. Vagy az önmegvalósítás. Az önmegvalósítás, mint életfeladat hátterében az Isten adta küldetésünknek a beteljesedése húzódik. Vagy a racionalitás, sokféleség elfogadása mögött az embernek a Biblia első lapjain adott felhatalmazása van. Töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Nagyon fontosnak tartom Ferenc pápának a Fratelli Tutti szociális enciklikáját, amelyben a földrajzi határokat és távolságokat meghaladó szeretetre hív, hogy képesek legyünk túllépni a származás, nemzetiség, bőrszín vagy vallási különbségeken. És ennek a hátterében a keresztény antropológia három fontos kiinduló pontja van. Az első a méltóság. És az ember méltóságának az az alapja, hogy Isten teremtménye. A személy volta adja a méltóságot. A Szentírás szerint az Isten képmása az ember, ezért lehet a természet ura. Értelemmel és szabadsággal ruházta föl Isten, Krisztus megváltotta, kegyelembe öltöztette, és az örök életre hívta. És valójában a jogok és a kötelességek ebből a méltóságból vezethetők le. Ha az ember Isten adta méltóságának tudatában van, akkor a felelősséggel gyakorolt jogai mellé felnőnek a felelősséggel vállalt kötelességei. Míg a valláserkölcsi alapot nélkülöző gondolkodásban a jogosság és a kötelességek néha szétválnak egymástól, más természetűek. Egy polgári alkotmányosság liberális felfogása szerint az alapvető jogok gyakorlása soha nem tehető függővé a kötelezettségek teljesítésétől, mert a jogok létezését az állam csak elismeri, a kötelességeket viszont a jog hozza létre. Ha szeretném valami módon átfordítani ezt az egészet, akkor a küldetésben talál harmóniára a méltóságból fakadó jog és kötelesség. Ha küldetésként tekintünk az életünkre, akkor ez harmóniában lesz egymással. Szent Benedek lelkiségével szeretném folytatni, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk az általános kereszténytől Pannonhalmához. Négy ősi szerzetesi erény, érték lebeg, úgy gondolom, Szent Benedek szeme előtt, amikor megtervezi egy szerzetes közösség életét, és megírja a reguláját. Az első ilyen ősi szerzetesi erény az engedelmesség. Elég nehéz gondunk ma, nehéz feladat ma az engedelmesség témát közelebb vinni az emberekhez, mert valami módon úgy érzi az átlag ember, hogy amikor engedelmeskedik, ráhangolódik a másikra, egy előjárója, egy vezetőre, egy főnökre, akkor fölad valamit önmagából. De hogyha ugye Szent Benedek szellemét nézzük, akkor ez valójában együttműködési készség. Arról van szó, hogy nem egyedül a saját fejem szerint alakítom az életemet, hanem ott van egy apát, ott van a közösség, és az életemnek a nagy döntéseit
velük együtt hozom meg. Nyitott vagyok arra, hogy ők is meghatározzák a dolgokat. Úgy gondolom, hogy a társadalomnak nincs olyan szintje, akár családi kontextusban nézzük, akár máshol, ahol ez az együttműködési készség, értelmezésű engedelmességre ne lenne szükség. A másik ilyen ősi szerzetesi erény Szent Benedeknek a felsorolásában az az alázat. Na hát ezzel még nagyobb gondba vagyunk, mert első hallásra megaláztatás vagy alázatoskodás egyik sem pozitív tartalmú szó a társadalomban. De valójában az alázat az nem más, mint helyes önismeret és elfogadott énkép. Az az alázatos ember, aki ismeri magát és kibékült önmagával. Nincs folyamatosan kisebbségi érzése, nem akar túl kompenzálni. És ebből a kiengesztelődött önmagával van jelen azon a pontján a világnak, ahová az Isten állította, legyen az a családja, legyen az a munkahelye. A harmadik ősi szerzetesi erény az a jó buzgóság. Nagyon szép ez a szó. Az ellentéte az nem a lustaság, amikor valakiben nincs buzgóság, legalábbis az egyik ellentéte, hanem úgy mondja Szent Benedek, hogy keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Amikor valaki hajt ezerrel, de azért, hogy a másiknak keresztbe tegyen, bemutassa, lealázza, stb. Hát a jó buzgóságot ma úgy fogalmazhatnánk, hogy kreatív tetrekészség. Amikor úgy vagyok benne abban, amit csinálok, ahová állította a Jóisten, hogy egy kicsit a javításán töprengek. Hogy lehetne ez jobban, hogy lehetne ez hitelesebben, hogy lehetne ez mélyebben. És végül a negyedik ősi szerzetesi erény az a hallgatás. A csöndnek a szerepe és a tisztelete. Nagyon fontos, hogy időnként meg tudjunk állni, és kettőt hátralépni abból a helyzetből, abból a millióból, abból a zűrzavarból, amiben vagyok, és úgy tudjunk ránézni, mert valahogy így alakul ki egy ilyen reflektáló figyelem a másik emberre és az eseményekre, hogy hol is tartunk igazában véve. Szoktuk mondani, hogy az ember a fától nem látja az erdőt, ha annyira benne van a dolgok sűrűjében. Ilyenkor kell egy picit hátralépni. Így a általános európai civilizációs gyökerek mellé szerettem volna oda tenni azt a négy ősi szerzetesi erényt, ami úgy gondolom, hogy ezekre alapozva hordozza így a bencés spiritualitást. Befejezésül szeretném felidézni Stefan Vilkanovics lengyel újságírónak az európai alkotmány preambulumára tett javaslatát. Nem alkotott vele sikert, pedig jól kifejezi Európa kulturális értékeinek történelmileg kialakult helyzetét, és egy ilyen reflektánt öntömjénezéstől és a gyűlölettől is mentesen határozza meg magát. A következőt írja. Mi európaiak? A zsidóság, a kereszténység, az iszlám, a görög filozófia, a római jog és a vallási és nem vallási forrásokból egyaránt merítő humanizmusból eredeztethető örökségünk gazdagságának tudatában, az identitásunk fő forrását alkotó keresztény kultúra értékének tudatában, az említett értékek keresztények és nem keresztények részéről elkövetett gyakori elárulásának tudatában, a másfél részek lakóinak életébe hozott pozitív és negatív európai fejleményekről megemlékezve, sajnálattal tudatosítva a kultúránkból fakadó totalitárius rendszerek számlájára írható katasztrófákat akarjuk építeni közös jövőnket. Úgy gondolom, hogy Európa közös jövője, a múlttal való szembenézés, a elkövetett mulasztások, hibákkal való szembenézés, abból levont következtetés, de valami módon mégiscsak
a civilizációs gyökereknek, kulturális gyökereknek a előtérbe helyezése fölmutatásával válik igazán távlatossá és számunkra gyümölcsözővé. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen főapát úr szavait. Előre jelzem, hogyha az idő engedi, akkor majd a végén, amikor itt mindnyájan kint fogunk ülni, akkor nem fogom tudni elkerülni azt a kérdést, hogy és mégis hogy állunk ma mindezzel Európára tekintve, de ez addig még sok van hátra. Következő előadónk Huszein Kavazovic, Bosznia-Hercegovina főmuftia. Hagy mondjak el róla annyit, kicsit kiegészítve a bevezetőben elhangzottakat. Ugye ő egy olyan közösségnek a vezetője, amelyik 25-30 évvel ezelőtt, a balkáni háborúk idején rengeteg tragédiát élt át és látott. Ennek a történeti, európai történeti muzulmán közösségnek a sorsa, ez egyetlen magát kereszténynek vagy akár humanistának nevező embert sem hagyhat hidegen. Talán elég, hogyha csak a szrebrenicai mészárlásra gondolok. Én azt hiszem, hogy ennek a közösségnek a sorsa és a vezetője mindenképpen egy olyan tanulságokkal szolgáló példakép lehet sokaknak, aki hagyományosan kerül mindenféle szélsőséges megnyilatkozást. Kavazovics főmufti közvetlenül a szrebrenicai mészárlás után egy sokak figyelmét felkeltő felhívással fordult az ő muzulmán testvéreihez, óva intve őket attól, hogy bármiféle bosszút esküdjenek, világossá téve azt, hogy akik a szrebrenicai mészárlást elkövették, azok nem egy népcsoport, hanem csak egy népnek a legradikálisabb része a szerb csetnikek voltak. Én azt hiszem, hogy ez a fajta distinkció, ez a fajta különbségtétel, ez a bölcsesség és ez a józanság, ez az, aminek az európai iszlámban és egyáltalán az iszlám közösségben érvényesülnie kell. Ezért nekünk nagyon fontos a boszniai muzulmán közösség sorsa. Nagyon fontos, hogy a boszniai muzulmán közösséggel mi intenzív kapcsolatot ápoljunk és odafigyeljünk rájuk, és éppen ezért nagy megtiszteltetés számunkra, hogy most főmufti úr szól hozzánk. Parancsoljon. U ime Boga milostivog, samilosnog. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát tisztelt excellenciák és eminenciák, tisztelt Otto von Habsburg család, kedves barátaim, kedves jelenlevők, mindenkit szeretettel üdvözlöm. Szeretném köszönni, hálás vagyok a meghívásért, holmi Otto von Habsburg halálának 10. évfordulójára szólítottak fel, aki az utolsó osztrák-magyar császár fia. Velikom kedve Bosznia-Hercegovina
Ő Bosznia-Hercegovina nagy barátja, és a Szarajevo díszpolgára is volt. Habsburg Otto igazi európai volt, aki tisztelte Európa sokszínűségét. Az Európai Unió szószólója a nácizmus és kommunizmus elleni harcos volt, olyan ember, aki nagyrészt felelős a vasfüggöny leomlásáért és a kommunizmus végéért. Hálások vagyunk, hogy a független Bosznia és Hercegovina mellett szólt, és különösen nagyra értékelte a bosnyákok és boszniai muszlimok iszlám hagyományait. 1998-ban a Német Rádióban folytatott beszélgetés során világossá tette, hogy az iszlámot csak azok az európai keresztények tartják veszélyesnek, akik ezt nem ismerték, és hangsúlyozta, hogy az iszlám nem jelent veszélyt. Sőt, megdicsérte a bosnyák muszlimokat, mint azt mondta, könnyű velük megegyezni, és hogy nem jelentenek problémát. Otto von Habsburg 2004-ben ellátogatott Szarajevóban, annak ellenére, hogy meg volt fenyegetve, hogy úgy, mint 1914-ben unokatestvérét Franz Ferdinándként meggyilkolják. Ha nem lett volna annak a sorsdöntő meggyilkolásnak a június 28-án 1914-ben, sokak szerint Jugoszlávia, háború és népirtás nem történt volna az 1992 és 1995 közötti időszakban, és Bosznia és Hercegovina már az Európai Unió tagja lehetne ma. Természetesen az osztrák-magyar monarchiában nem minden volt tökéletes, természetesen a Habsburgok profitáltak az általuk irányított területből. De még mindig nyilvánvaló, hogy azoknak a területeknek a lakóinak a többsége, ahol a monarchia elterjedt, kedves emlékekkel rendelkezik azokról az időkről. A városháza és az iszlám tudományi kar építészeti gyöngyszem az osztrák-magyar korszakból, amelyekre Bosznia és Hercegovina polgárai büszkék. Nem csak utak, vasutak és más közintézmények épültek, hanem a lakosság is teljes tiszteletben részesült, mint kulturális, mint vallási szokások terén. Míg a muszlimokat a 19. század végén kiutasították, vagy erőszakkal megkeresztelték, az osztrák-magyar monarchia tiszteletben tartotta Bosznia és Hercegovina állandó lakosságát. Talán ez különösen igaz a muszlim lakosságra, akik számára ez a monarchia először keresztény, megszálló hatalom volt, és aki nagyon gyorsan rájött, hogy ez, mint minden más vallási közösség, tisztel és megbecsüli őket. A bosnyák muszlimok, a bosnyákok hűsége az első világháború idején került előtérbe, amikor a bosnyák ezredet az egyik legbátrabb egységének tartották. Hölgyeim és uraim, örülök, hogy 5 év után újra vendégük lehettek Magyarországon. Amikor 2016-ban, akár csak most 2021-ben elfogadtam a meghívást, tisztában voltam azzal, hogy ez mekkora megtiszteltetést jelent. A boszniai muszlimok iszlám identitása a hanafi mandhab hagyományai szerint, vagyis az iszlám török kulturális zónájában és a boszniai sajátosságokkal megalapozott és formálódott. A hanafi mandhabot az iszlám legrugalmasabb jogi iskolájának tekintik, és hagyományosan meghatározza a boszniai muszlimok hitének és vallási gyakorlatának intézményeit. A boszniai muszlimok mindig nyitott, vidám és toleráns iszlám elképzeléseket tápláltak a világról és az életről, ugyanakkor szilárdan betartották az iszlám alapvető vallási tanításait. Az oszmán törököktől számos kulturális formát és gyakorlati hit kifejezést fogadtak el, így, mint az iszlám török kulturális övezet fontos jellemzője, gyorsan megszerezte Boszniát, és az azt követő időkben folyamatosan támogatta a lelki és a szeretet útját, a lélek és a szeretet útját. Ugyanakkor a boszniai muszlimok fenntartották az iszlám előtti boszniai szokásait, amelyek nem voltak ellentétesek az iszlám alapelveivel és értékeivel, és a boszniai stílus elemeit beépítették az iszlám élet
egyetemes formáiba és tartalmaiba. Jellemző példák a bosnyákok nap kalendárium szerinti éves vallási összejövetek, telek az úgynevezett dovista, valamint a boszniai mecset eredeti építészeti stílusa. A bosnyákok iszlám hagyományai szerint az iszlám élet, az eszmék és a valóság egysége jót tesz és jót biztat, elmélyül az élet jó oldalán. A boszniai muszlimok uralkodó vallási érzületében és megértésében, amelyet az ulema és a művelt muzulmánok megosztanak a szerény oktatás egyszerű hívőivel, a nőkkel és a férfiakkal egyaránt, az iszlám vallási igazságokat, intézményeket és rituálékat képvisel, de mindez, ami jó és szép. A jó muszlim jó apa. Jó fiú, testvér, szomszéd, olyan ember, aki lelkiismeretesen és felelősségteljesen végzi munkáját. Vagyis a jó muszlim nő, jó anya, lánya, nővére, szomszédja, nő, aki felelős a munkájáért. A muszlimok alapvető vallási kötelességei az ima, a ramadáni böjt, és a többi vallási kötelesség nem könnyen teljesíthető feladatok. Azonban az egyén nagyon buzgón végezheti ezeket, de ha nem meggyőző az elvégzett becsületes munkában, ha nem tesz jót a környezetnek, akkor nem tekintik jó igazi muszlimnak. Az iszlám vallásukat való elfogadásával a bosnyák muszlimok fenntartották és bizonyos mértékig megerősítették hűségüket Bosznia országához és anyanyelvükhöz. Néha több mint 4 évszázadon át az oszmán birodalom alattvalai voltak, nem alakultak át etnikai törökökké, éppen ellenkezőleg. Ahogyan nagyon egyértelműen vallották magukat muszlimként a katolikusokkal és az ortodoxokkal kapcsolatosan, akikkel nyelvük és származásuk közös volt, úgy a törökökkel kapcsolatosan is nagyon világos etnikai tudatosságuk volt bosnyákként. Albánok, arabok és mások, akikkel közös kapcsolatban álltak az iszlámmal. Az osztrák-magyar monarchia beköszöntével a bosnyákok tudomást szereztek, mint hagyományos muszlim, mint boszniai elhatározásukról, valamint a modern Európa új civilizációs valóságával és hagyományaival való érték meghatározásaitól. A bosnyák értelmiségiek elsősorban a nyugati tudományos eredmények muszlim elfogadásában látták a tudás értékének eredeti iszlám megerősítésén alapuló tudományos eredményének muzulmán elfogadását, de az igazságosság iszlám értékének és a modern európai politikai intézmények összekapcsolásában is. Az idők folyamán a boszniai muszlimok lehetséges közvetítő szerepének gondolata a keleti és nyugati civilizációk között a két világ ezen univerzalista értelmezésén alapult. Az osztrák-magyar birodalom idején a boszniai és hercegovinai iszlám közösség a modern szervezeti formában jött létre. Ezt megelőzően a boszniai muzulmánok részt vettek az oszmán birodalom vallási jogrendszerében, amely a szultán kalifaként képviselte az ummát, vagy a muszlimok egyetemes közösségét. Bár tagjai túlnyomó rész bosnyákok, és bár intézményei elválaszthatatlanok a bosnyák nép történelmi sorsától, az iszlám közösséget nem etnikai közösségként érzékelik. Benne az emberek muszlimként találkoznak, és olyan közösségekben élnek, amely nem korlátozza a faji, etnikai vagy osztálybeli különbséget.
A 20. század végén a bosnyákok más vallási és etnikai háttérrel rendelkező polgártársaikkal együtt népszavazáson keresztül a független Bosznia és Hercegovina mellett szavaztak. Nyilatkozatuk volt az Európáért és a valódi demokráciáért, az emberi jogokért és a szabadságokért, a világnézetért és a politikai pluralizmusért. A nemzetközi közösség intézményének képviselői korábban meggyőztek őket arról, hogy az európai demokratikus eljárás mérvadó aktusa, és hogy ez, hogy ez biztosítja a belépést a szabad népek európai közösségében. Sajnos a bosnyákok nagy szenvedéssel fizették az első szabad elkötelezettségüket Európa ötlete és valósága iránti elkötelezettségükért. A II. Világháború után Európában elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények a szrebrenicai népirtás és a Bosznia-Hercegovina más részein elkövetett súlyos háborús bűncselekmények áldozatai voltak. Néhány nap múlva, vagyis minden július 11-én emlékezünk a Szrebrenicában elkövetett népirtás polgári áldozataira. A bosnyák muzulmánok lakott területén osztoznak az ortodox, a katolicizmus és a judaizmus tagjaival egy olyan területen, ahol az egyik vallás még soha nem nyomta el teljesen a többieket, vagy hogy teljesen uralkodott a lakosság szokásain az élet és az életén. Ezért a vallások közötti párbeszéd nagyon fontos az együttélés és a tartós béke szempontjából Bosznia és Hercegovinában. Mivel többes világban, plurális világban élünk, állandó kihívás előtt álltunk, hogy megkérdőjelezzük a kapcsolatainkat irányító szabályokat és azok megalapozását az általuk kiállított értékekben, de a források állandóságát is, amelyeken ezek nyugszanak. Az egyik kérdés a vallás és igazságának kérdése, amelyet olyan vallási források tartalmazok, amelyek forrásaiból erednek azok a hagyományok, amelyekhez emberek milliói kötődnek. Minden szent könyv, amely az ember kezében van, újra kiadott szöveg, amely szól az olvasójának. Nyilvánvaló, hogy a vallás teljes autonómiája nem lehetséges más szervezeti formákkal szemben, amelyek a szellem más szférein alapulnak, amelyekkel találkoznak. Mások kollektív vallási és kulturális identitáshoz való jogának elismerése mindig is az egyik legfontosabb kérdés volt, amelyből az emberek közötti együttélés lehetőségét vagy lehetetlenségét mérlegelték. A nagy vallások tagjai és hagyományai örökösei tanításaikban és gyakorlataikban hidakat építettek és bontottak az emberek között. A muzlimok számára az iszlám egyfajta életmód, spirituális út, amelyen keresztül megértik önmagukat és a köröttük lévő világot. Ez egy olyan meggyőződés, amely arra készteti őket, hogy tegyenek jót, és kerüljék a rosszat, de szembe szálljanak azzal is, ha az meghaladja a megengedett határát. Az iszlám nem önellátó világ, amely nem ismeri el mások létjogosultságát, a boldogsághoz és a méltósághoz való jogot. Mint mindig, és amint a szent könyvek figyelmeztetnek, a világ összetettnek és bonyolultnak bizonyult ahhoz a világhoz képest, amelyre szükségünk lehet. Sok olyan nép és faj vallási hovatartozás létezik, akik egyúttal igényt tartanak a saját spirituális útjukra is, mint ahogy ezt a Korán tanúskodja. Ha az Isten akarta volna, akkor egy néppé tett volna téged. Az iszlám forrásai világosan és egyértelműen beszélnek az egyik alapvető jogról, a másik elismerésének jogáról és a másokról. Minden vallási szöveg egyidejűleg egy ideális, elképzett világ szövege. Szinte mindig átitatja az idealizált tökéletesség iránti igényt, amely arra törekszik, hogy harmonikus, megkérdőjelezhetetlen képet adjon a világról, és az önálló szentség köpenyébe burkolva. E vallásos szöveg által beállított fenséges ideál és a valóság között egy kiegyensúlyozott
egy emberközösség található, amely maga a Korán is bizonyos módon figyelmeztet. A Surah Al-Kahf 29. versében azt mondja, az igazság a te urattól származik, tehát aki akarja, hadd higgyen, és aki akarja, ne higgyen. És a Surah Yunus 99. versében az áll, ha az urad akarja, valóban minden hívő lenne a földön, akkor miért kényszeríti az embereket arra, hogy hívők legyenek. A jó cselekedet, mint azt a muszlim racionalisták hitték, mind az a muszlim, mind a nem muszlim számára előnyös lenne az ítélet napján, a Korán versre hivatkozva, mert úgy hangzik, nem mindenki egyforma. A korábbi jelenéseknek vannak követői, akik egész éjjel Isten könyvét olvassák és imádkoznak. Hisznek Istenbe és abban a világban, és azt kérik, hogy jó cselekedetet hajtsanak végre, és elfordulnak a gonoszoktól, és alig várják, hogy jótékonykodjanak, őszinték, bármilyen jó cselekedetet is megtesznek, megjutalmazzák őket. Allah jól ismeri azokat, akik félnek tőle. Ugyanakkor a Korán beszél a világképéről, amit természeténél fogva várható. Az emberi gyökér gyakori, az emberből hoz létre az, hogy a földön élj és eltemetve legyél benne. Egészen világos, amit arra a Korán is rámutat, hogy az Isten az emberi lélek megteremtésével, amelyben szelleméből belélegzett, megteremtette a világ pluralista lelkét, és ezt a mai napig fenntartja. Amit elvárnak tőlünk, és ami nehéznek tűnik számunkra, az a felismerés és a másiknak egy az egyben eltérő szellemi ösvényhez való jog. A Korán doktrinális értelemben a méltóságunk teljes tiszteletében tartásával és megbecsülésével tárgyal a korábbi jelenések követőivel. Így azt tapasztaltunk, hogy a Korán a könyv híveit ahogyan szólítja, és a közös szóra hívja a hívőket, amelyet a hit lényegére az arra való felhívásként kell értelmezni. Beszélgetés után a Korán kijelenti, hogy megmaradhat vagy a vallási hagyományba, számodra a te vallásod, nekem pedig az én vallásom. A Korán legitimálja más vallási közösségek útját. Akik hisznek, legyenek azok zsidók, keresztények vagy szabjánok, akik hisznek Allahba és a túlvilágba, és a jó cselekedeteket cselekszenek, valóban jutalom várja őket uruktól. Nem fognak félni semmitől, és nem fognak szomorkodni semmitől. A Korán azt szorgalmazza, amit meghatározhatunk a három Ibrahim vagy ábrahámi közösség mindegyikének autonómiaként. Mindnyájatokat törvényt és irányt írnak elő. És ha az Isten akarja, akkor egy hit hívévé tett volna titeket, de próbára akar tenni benneteket abban, amit előír nektek, tehát versenyezzen azzal, hogy ki fog még jót tenni. Visszatérsz Istenhez, és ő tájékoztatni fog téged arról, hogy miben különböztél. A Korán által a zsidó és a keresztény közösségekkel szembeni elismerés és az autonómia megerősítése szintén ezek a Korán szavai. Felfedtük a Torát, a Tóra Ószövetség, amelyben van utasítás és fény. Elmondása szerint a zsidókat a proféták ítélték meg, akik engedelmes és amelyben megtisztelő emberek voltak Allah előtt, és a tanultakat, akiket arra kértek, hogy tartsák be Allah könyvét. Hadd ítélkezzenek a követői egymás között, ahogy Isten kinyilatkozta nekik abban. Noha a muszlik bajnokok és uralkodók valamint mások uralkodói bajnokai még nem mindig tartják be a Koránban rögzített ideát, a Korán szöveget rámutat a korábbi jelenések embereivel szemben a tolerancia rendkívüli szükségességére.
A muzulmánok által az idők folyamán kiépített politikai és jogi rendszerben a korábbi kinyilatkoztatások követői, zsidók és keresztények, egyfajta vallási igazságszolgáltatási autonómiát élvezték, amit a történelmileg megállapított tények is bizonyítanak. Amellett, hogy ragaszkodik a lelkiismereti szabadság és az autonómia tiszteletben tartásához a személyes jogi kérdésekben, amit arra már rámutattunk, a Korán kötelezi, hogy szembeszálljon azokkal, akik erőszakosan elpusztítanák mások Isten tiszteleti helyét, templomokat, zsinagógákat vagy mecseteket. Ahogyan a Korán mondja, Isten neve. Az iszlám országú története és a muzulmán uralkodók krónikája sok olyan példáról árulkodik, amelyekben állami és közérdekű okokból a közigazgatásban a közfeladatok gyakorlását zsidókra, keresztényekre és másokra bízzák. Sajnos az emberek vallási gyakorlata nem mindig arányos a szent könyvekben leírtakkal, legyenek azok muzlimok, keresztények, zsidók vagy mások. Ezt láthattuk 1992 és 95 közötti Bosznia és Hercegovina elleni agressziójának példáján, és továbbra is a saját szemünkkel látjuk, hogy a keresztények, a jazidok és a muzulmánok egész vallási csoportjai hogyan tűnnek el Szíriában, Irakban, Palesztinában, Myanmarban, Jemenben és más országokban. A történelem újra és újra arról tanúskodik, hogy az emberek számára a legpusztítóbbak a közöttük felállítók szellemi falak. És mindenki felveti őket, politikusok, történészek, nacionalisták, teológusok, rasszisták és mások. Ártatlan emberek milliói estek a faluk alá. Miért olyan nehéz és tragikus másik elismerése, valamint a vallás és szertartások joga az egyisten hívő vallások tagjai számára? Nem kellene mindannyiunknak tartani a bibliai Korán elbeszélést Habilról és Kabilról, vagy Ábelről és Kainról? Isten meg akarta különböztetni rítusokat, valamint vallási gyakorlatuk és etnikai hovatartozások módját, hogy jobban megismerhessük egymást. Ha hülyek akarunk maradni a szent könyveinkbe írt fogadalomhoz, meg kell értenünk azt a jogot, hogy Isten akarataként és az emberi faj gazdaságáként a hiteket és a rítusokat, a kultúrákban és a hagyományokban mutatkozó különbségeket válasszuk, és azt megismételjük követőink gyakran. Bosznia és Hercegovinában benne rejlik az évszázados multikulturális mikrokozmosz. Ez számos történelmi forrás bizonyítja. A vallásközi együttélés kultúrája elsősorban muszlimokból, ortodoxokból, katolikusokból és zsidókból áll. A tolerancia szellemét régiónkban minden vallás ápolja. Ez nem véletlen. Nem túlzás, hogy Szarajevot európai Jeruzsálemnek bélyegzik. Az Oszmán Birodalom megőrizte Bosznia és Hercegovina plurális társadalmát. Mehmed Fajt szultán adhalma dokumentuma, amelyet a ferencesek a katolikusok számára adták ki, garantálta a vallások és tulajdonok szabadságát. A spanyol Rekonkviszta idején a kiűzött szefár zsidók a 16. század elején Bosznia és Hercegovinában találtak menedéket. Osztrák-Magyar Monarchia idején az askenáz zsidók Boszniában telepedtek le. A közelmúltban az iszlám és a zsidó közösséget jelölték meg a Szarajevo Purim eseményt, amely a boszniai muszlimok polgári bátorságáról tanúskodik, akik megmentették zsidó szomszédaikat az oszmán követ önkényétől. A II. Világháború alatt számos határozatot fogadtak el, amelyeket a bosnyák vezetők, teológusok, értelmiségek és üzletemberek írták alá az erőszak, a gyilkosságok és a zsidók és ortodoxok üldöztetése ellen. Büszkék vagyunk arra, hogy a Yad Vashem vagy az igazak sikátora a boszniai muszlimok nevét viseli. A szefárd zsidók történetéről és szokásairól szóló értékes könyvet, a Hagadat
A bosnyákok bátorsága és elkötelezettsége mentette meg a II. Világháborúban és az elmúlt háborúban. Hála Istennek számos példa van a szomszédok megsegítésére és megmentésére az elmúlt háborúban és az agresszió során. Például Szerzsen Alexic, aki Trebinyéből ők ölték meg, amikor megpróbálta megmenteni barátját Nedeljko Galicsot Ljubuskiből, aki hamisítással mentette meg a koncentrációs táborban letartóztatókat, dokumentumok, valamint például Abdullah Nakas, a fehér hős, szarajvai sebész, aki több mint 15 ezer műtétet hajtott végre a betegek vallási és etnikai hovatartozásától függetlenül, és sok más hasonló példa. Munkájával a bosznia-hercegovinai iszlám közösség arra törekszik, hogy megerősítse azt, amit a emberiség számára természetes, nevezetesen az együttélést, az összetartozást és a vallások közötti párbeszédet. A vallásközi párbeszédi tanszék a közösségi struktúrákon belül működik. Létrehoztuk a párbeszéd platformáját. Az ortodox és katolikus egyházakkal, valamint a zsidó közösséggel együtt létrehoztuk a vallásközi tanácsot. Az igazságosság, a béke és az együttélés az emberi jogok az alapelveink. Szorosan együttműködünk más egyházakkal és vallási közösségekkel, az iszlám közösség megállapodást írta alá az összes protestáns egyház svájci székhelyi tanácsával. Aláírtuk az együttműködési megállapodást a zsidó hit közösséggel is. Ebből az alkalomból szeretnék emlékezni Schönbrunn bíborosra is. Schönbrunn bíboros vezette Otto von Habsburg 2011 évi temetkezési ceremóniáját. Bosznia és Hercegovinában minket megtisztelt a 2016-os látogatása, amikor kijelentette, hogy a párbeszédnek nincs alternatívája. Eminenciája Ferenc pápa hasonló üzenetet küldött 2015-ben Bosznia és Hercegovina fővárosában tett látogatása során. Támogatta a vallásközi tanács munkáját, és kijelentette, hogy a vallások közötti párbeszéd minden hívő kötelessége a béke, a testvériség és a barátság megőrzése. Ezért fontos, hogy arra törekedjünk, hogy arról beszéljünk, ami közös bennünk, az pedig az értékek és az Istenbe vetett hit. Az erkölcsi emberi értékek egyetemes értékek. A béke, az egyén szabadságának megőrzése, a másik tiszteletben tartása, a szegénység és az igazságtalanság elleni küzdelem, az idősek, a fogyatékkal élők és a szegények segítése, valamint az Isten által létrehozott harmónia megőrzése. Ma a klímaváltozás tanúi vagyunk. Mi hívők Isten előtt kötelesek vagyunk megőrizni természetünket és a természeti környezetünket, és minden előnnyel, emberrel és állattal méltósággal bánni. Vallásközi párbeszédet folytathatunk a társadalmi környezet kérdéseiről. Megosztjuk a szomszédi kapcsolatok ápolásának, a munkának és az imának való elkötelezettségnek, a bőti szokásoknak és a hit, a vallási közösség és az állam és a törvény iránti elkötelezettség hagyományát. Magyarország és Ausztria államok pedig az Európai Unió tagjaként megőrizték a békét és hozzájárultak a stabilitáshoz és a fejlődéshez. Hölgyeim és uraim, Otto von Habsburg egyszer hangsúlyozta az EU bővítés előnyeit a béke, a stabilitás, a biztonság és a jólét szempontjából. Úgy vélte, hogy minél inkább Európa keleti irányba mozgatja határait, annál biztonságosabb lesz a központja és a nyugata. Akkor is tisztában volt arra a keletről érkező nagyhatalmak hatásával. Tudatában vagyunk ezeknek a hatásoknak a bosznia és hercegovinai iszlám közösségben, és azért döntöttünk hazánk integrációjáról az Európai Unióban. Ma Bosznia és Hercegovina arra vár, hogy elfogadja az Európai Uniót, hogy befogadja őt az Európai Unió. Reméljük, az európai elképzelés új hordozóját, a néhai Otto von Habsburg által támogatott elképzelést. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen főmufti úr szavait, és azt gondolom, hogy sok erőt kívánunk neki ehhez a
közösségét mérséklő és az egész, reménység szerint egész Európára kisugárzó tevékenységéhez. Habsburg Ottónak van az a kiváló könyve, aminek az a címe, hogy Die Reichsidee, a birodalmi gondolat, ami egyfelől visszatekintés a saját családjának a történetére, másrészt azoknak a tanulságoknak a levonása, ami az osztrák-magyar monarchia idejéből átemelhető az európai integrációra. És ott van egy nagyon érdekes zárófejezet, amiben a világvallásokról beszél, muzulmánokról, zsidókról és végül a keresztényekről. Ennek a három fejezetnek az a tanulsága, hogy egy egyre inkább anyagiassá váló korszellemben ennek a három világvallásnak sokkal inkább oda kéne figyelni egymásra, és az együttműködésre kéne törekednie. Azt gondolom, hogy ez összecsengett főmufti úr szavaival. Habsburg Otto nagyon sokat írt a zsidóságról is, történészként elsősorban, hiszen felmenői között, hogy csak 5. Károlyt említsem, ugye a birodalomban annak idején nagyon jelentős szerepe volt az adminisztráció kialakításában a zsidóságnak. Tehát nem pusztán vallási szempontból foglalkozott a zsidóság kérdésével, hanem annak a szervezeti kultúrának a kialakítása szempontjából is, ami a birodalom berendezkedését, az adminisztrációt is illeti. Ez egy nagyon érdekes összefüggés az ő munkásságában. Azt gondolom, hogy ma ettől nyilvánvalóan messze vagyunk, de ugyanakkor a zsidó vallás és a zsidó hagyomány az szerves része régió életének, és nagyon fontos eleme a magyarországi vallási közösségeknek is, úgyhogy örülök, hogy itt van közöttünk Darvas István, aki Schöner Alfred tanítványaként végezte rabbinikus tanulmányait, és 2005-ben avatták rabbivá. Manapság a zsidó egyetem rabbi képző főtitkára és tanára. Szeretettel hallgatjuk. Tisztelt Főapát úr, tisztelt Főmufti úr, miniszterelnök helyettes úr, tisztelt megjelentek. Amikor erre az alkalomra készültem, akkor kisebb félelem lett rajtam úrrá, hogy vajon meg tudom-e állni, hogy ne beszéljek a fociról. Mert hogy 2005-ös avatásom óta biztos, hogy havi rendszerességgel minden egyes tanításom valamilyen módon érintette a labdarúgásnak a kérdését, és ahogy közeledett a konferenciának a napja, úgy lett egyre világosabb előttem, hogy nem, ez is egy olyan alkalom lesz, amikor a focit érinteni fogjuk. Egy egészen furcsa módon persze. De mielőtt a focit furcsa módon való érintésével kezdenék, előtte megemlékeznék a zsidó történelem legfontosabb alakjáról, Mózesről, akinek a pályafutása az 80 és 120 éves kora között teljesedett ki, igazán ez valamennyiünk számára reményt jelent. És Mózes akkor, amikor ennek az egyébként kiváló pályafutásnak a végéhez érkezett, akkor egy kéréssel, egy fohásszal fordult a Jóisten felé, egészen pontosan két dolgot kért. Azt kérte, hogy engedje meg az örökkévaló Isten, hogy láthassa az ígéret földjét, illetve azt is, hogy beléphessen oda. És akkor az örökkévaló azt mondja neki, hogy menj föl, nézd meg az országot, de oda be nem léphetsz. Megítélés kérdése, hogy ez most a félig üres vagy félig teli pohár érzését kelthette Mózesben, hiszen a kérésének az 50%-a az meghallgatásra került, és annak a vágynak, aminek az egész 40 éve alatt a működésének a legismertebb, általunk legismertebb időszakát végigkísérte, hogy elvihesse a testvéreit az ígéret földjére, ő nem lehetett végül is részese, nem léphetett be az országba soha, de legalább láthatta. A zsidó hagyomány ebből leszűr egy olyan következtetést, ami azt hiszem nem csak a zsidó, hanem a muszlim és a keresztény hagyományban egyaránt igaz. Tfilászta mehetszá, hogy a
az imádkozás által a vágyainknak az 50%-a a fele elérhető. A másik felét az csak tulajdonképpen meg kell csinálnunk, végre kell hajtanunk, dolgoznunk kell érte, de hogyha sikeresen imádkozunk, akkor már legalább az 50% garantálva van. Alapnak nem rossz. Azok, akik a múlt héten felkeresték akár a templomokat, akár a mecseteket, akár a zsinagógákat, azok a testvéreink, illetve azok a testvéreink, akik nem keresték föl, de mi valamennyien különböző ábrahám vallású képviselők szeretnénk, ha nagyobb számban jönnének, azok egy nagyon komoly próbatételnek voltak kitéve a múlt héten is, ugyanis rájuk ömlött rengeteg hír. Rengeteg olyan hír, amit akármennyire is azt gondolja magáról az ember, hogy érintetlen marad ezektől a hírektől, azt hiszem, hogy ez valamennyiünkre, hívekre és a vallási képviselőkre egyaránt hatnak ezek a hírek. Ezek közül a hírek közül szeretnék egyet említeni. De mielőtt, ezt említeném előtte a 24-es számról. A zsidó hermeneutikában a számoknak különleges jelentősége van. A 24-es számról, ami elsőre eszébe juthat mondjuk egy vallását gyakorló zsidó embernek, hogy ennyi könyvből áll a zsidó Biblia, a Tanakh, vagy annak idején a jeruzsálemi szentélyben szolgálatot ellátó papoknak ennyi felajánlást kellett adni a megélhetésük érdekében. Szóval a 24-es szám épp úgy, mint a számok többsége a zsidó hagyománynak integráns részét képezi. Múlt héten a zsinagógába járó testvéreim közül többeknél is felvetődött a 24-es szám. Történt ugyanis, hogy Copa Amerikát rendeznek a héten, a dél-amerikai labdarúgóbajnokságot, és ott a brazil csapat, amelyik mindig is esélyese egy ilyen Copa Amerikának, az ő teljesítményüket figyelve föltűnt valakinek, hogy nincs 24-es számú játékosuk. Én, aki egy fantáziátlan ember vagyok, viszont nagyon szeretem a focit, nehezen tudom elképzelni azt, hogy nézek egy meccset, és azt tűnik föl, hogy nem játszik a 24-es, de bizonyára akadnak más testvéreink, itt a sokszínűségről esett szó, ezt a sokszínűséget fogadjuk is el, valaki ott ül a televízió előtt, és nem látja a 24-est. És utána végig gondolja, hogy ennek valószínűleg valami oka is lehet, majd fölhívja a barátait, és erről az okról elkezdenek beszélgetni, és rájönnek ott Brazíliában, hogy valamilyen módon ez egy LMBTQ közösségben egyébként, hogy a 24-es az a brazil homoszexuális mozgalmaknak valamilyen módon fontos száma, és megszületik a következtetés, hogy a brazil válogatottban bizonyára ezért nincsen 24-es, mert ezzel egy politikai statementet akar a Brazil Labdarúgó Szövetség kifejezni. Jó esetben a hírnek itt vége lenne, de nincs vége, hiszen olyan világot élünk, amikor elkezd ez fodrokat hozni, és erről egy francia lap tudósít, hogy ez a felismerés megszületett Brazíliában. A német hírügynökség, miután elolvassa a francia tudósítást, egy kérdést intéz a Brazil Futballszövetséghez, hogy vajon a 24-es az miért nem játszott. És utána mindez megjelenik magyarul is és a világ összes nyelvén. Az a helyzet, hogy amikor Mózes ott szerte nézett az ígéret földjénél, egy dolgot biztosan nem látott, környezetszennyezést. Ebben az időben még nem voltak olyanok, akik környezet szennyeztek volna, viszont mégis látott, hiszen a szellemi környezetszennyezés már akkor is egy létező fogalom lehetett. A bálványimádásnak a szellemi környezetszennyező hatása volt az, amit Mózes megláthatott az ő különleges képességeivel. A mai kornak, akkor, amikor az emberek jönnek, vagy éppen nem jönnek a zsinagógába, a mecsetbe, vagy a templomba, de mi szeretnénk, ha jönnének, vagy szeretnénk, hogy oda szívvel imádkozni jöjjenek, hogy értékeket tanulni jöjjenek, az egyik legnagyobb akadálya és a legnagyobb nehézsége ez a bizonyos szellemi környezetszennyezés. Az a hír, amit most elmondtam, abból valószínűleg mindenki tudna ehhez hasonlót mondani százat heti rendszerességgel, hogy mi az, ami ráömlik zsidókra, keresztényekre és muszlimokra egyaránt, és mi az, amitől meg kell elsősorban magunkat védeni, hogy utána meg tudjuk védeni a többieket is. Ugyanis mi értékeket szeretnénk átadni. És akkor, amikor a tenger árja jön velünk szemben, és ennek a tengernek az árja az ilyen és ehhez hasonló információkkal van telítve, akkor nehezebb egy picit a dolgunk.
És amiről több szó is esett, és nagyon jó volt hallgatni, mélyen egyetértek vele, hogy ez máshogy nem fog menni, kénytelenek leszünk összefogni egymással. És ennek az összefogásnak viszont egy alapgondolata lehet talán az, ami nekem szintén majdnem olyan régi, mint a futball iránti elkötelezettségem, egy gondolat iránti elkötelezettségem, hogy mi az egyik legmagasabb rendű viszony, ami emberek között a világban lehet. Véleményem szerint ez a szeretetteli egyetnemértés. Ennél gyümölcsözőbbet, előrevívőbbet nem nagyon tudok elképzelni, és nem is nagyon láttam, hiszen akkor, amikor egyszerűen csak szeretjük egymást, és közel vagyunk egymáshoz, akkor az egyetértés is egy picit könnyebben, némi érzelmi befolyásra és objektivitás nélkül megtörténhet. De akkor, hogyha nem értünk egymással egyet, akkor ott viták lehetnek, ugyanakkor a szeretettelisége ezeket a vitákat olyan mederben tudja tartani, ezeket a nézeteltéréseket olyan mederben tudja tartani, hogy soha nem negatív, hanem pozitív irányba viheti el a nem is küzdőfelek, hanem a fele barátokat. Akkor, amikor a világ, vagy Európa, vagy akár csak Magyarországnak egy olyan jövőképéről gondolkoznak, ami érzésem szerint Habsburg Ottónak is az álma volt, a vágya volt, hogy egy olyan Európa legyen, és egy olyan Magyarország legyen, ahol valóban sokszínű az élet, de a sokszínűség az nem azt jelenti, hogy bizonyos kérdésekről kötelező érvénnyel hallgatni kell, vagy túl udvariaskodni, hanem lehet vitatkozni, lehet egymásnak feszülni, de nem az elpusztításnak, nem a másik lemosásának a szándékával, hanem a megértéssel, a kíváncsisággal, és azzal a vágyjal, azzal a közös vágyjal, hogy egy élhetőbb kontinenset, vagy egy élhetőbb országot teremtsünk. Volt az elmúlt századnak egy kiváló mestere, zsidó mestere, aki nem csak a zsidó, hanem a muszlim kultúrában is nagyon-nagyon járatos volt. Úgy hívták őt, hogy Golciher Ignác. Ő arról beszélt, hogy hol lehet a helye az egyházaknak, ezen belül a zsidóságnak a világban, a modern világban. A következőt mondta: a zsidósággal tudniillik nem mint holmi archeológiai kérdéssel fogunk foglalkozni, mely a jelenkorral élő kapcsolatban nem áll, de még a puszta kegyelet tárgyául sem fogjuk tekinteni, mely nem volna egyéb, mint szentimentális visszahatás, melynek egyébként sem volna lényeges tartalma. Sem antikvitásnak, sem relikviának nem fogjuk nézni, hanem fogjuk tekinteni élő szervezetnek, melyben egyéni részünk van, és melynek részei vagyunk, mely nem pusztán tudományunk, hanem életünk, nem leltára a múltnak, hanem légkör, melyben lélegzünk és vagyunk. Nem úgy tekintünk hátrafelé a múltba, mint a bibliai Lót felesége, hogy a visszapillantáskor esetleg sóbálvánnyá váljunk, hanem a régiség tényeiből és a fejlődés menetéből tanúságot fogunk levonni a jelenre, és ami még fontosabb, a jövőre nézve is. És úgy folytatja kicsit később a gondolatot: egy szóval, amíg vallásos életet látunk valahol, addig fejlődésnek vagyunk szemtanúi, amint az utóbbinak vége szakad, már nem élő szervezettel, hanem bebalzsamozott múmiával állunk szemközt, mely ugyan lehet annak, akinek tisztelet, kegyelet, talán romantikus vágyakozás tárgya, de melyről egyet el nem lehet mondani. Azt, hogy él, hogy életet művel, hogy az életben számot tenni van hivatva. Amit Golciher elmondott, az körülbelül 115 évvel mondta, tökéletesen aktuális ma is, és nem csak a zsidóknak, hanem keresztényeknek és muszlimoknak egyaránt. Meg kell próbálnunk megtalálni a kulcsot, hogy hogyan tudjunk úgy szólni a világhoz, a világ nem vallásos feléhez, vagy más vallású feléhez, hogy mégis tudjunk valamiféle, és ez minden monoteista vallásnak sajátja, olyan értéket közvetíteni, olyan értéket képviselni, amit utána láthatunk, hogy értékesebb, jobb életminőséget generál. A zsidó időszámítás szerinti 2448-ban, 3333 évvel ezelőtt sor került egy olyan eseményre, ami azóta is meghatározza a világnak a menetét hitünk szerint, és ez volt a kinyilatkoztatás, a tóraadás. Akkor, amikor a tóraadás lezajlott, akkor a Jóisten egy dologra nem volt tekintettel: hogy mik az igények. Ha ugyanis
lett volna egy ilyen felmérés, valamilyen bizottság felmérte volna a kor igényeit, akkor ha csak a 10 parancsolatra gondolnak, akkor abban több olyan előírás volt, ami azért őrült nagy népszerűséget, nagyon sok lájkot nem eredményezett volna az örökkévaló Istennek, de valahogy akkor a Jóistennek az volt a gondolata, hogy a meglévő igényszint fölé lövi be az elvárásait. És hát ez egy borzasztó népszerűtlen gondolat. Itt ma esett szó apátúrnak, főapátúrnak köszönhetően olyan népszerűtlen gondolatokról, mint az engedelmesség vagy az alázat. Hát valahol ez itt kezdődött el, hogy már a Jóisten is egy ilyen kampány szempontból borzasztó népszerűtlen ötlettel kezdett, hogy sokkal magasabbra lövi be az igényszintet, mint arra, illetve az elvárásokat, mint amit az adott igények generálnának. Nem is véletlen, hogy utána a zsidó nép tagjainak, miután ez a nagy esemény lezajlik, 40 éven át vándorolni kellett. 40 éven át vándorolni kellett, és erre azt írja a középkor jeles zsidó filozófusa Maimonides, hogy az ember természete egyszerűen nem olyan, hogy tanuljon a szolgaságból, a vályogvetésből és a téglakészítésből. 40 évet töltöttek őseink a pusztában, hogy megerősödjenek és megszülessen egy olyan nemzedék, amely nem szokott hozzá a behódoláshoz és a szolgaléthez. 1989 óta nem telt még el 40 év. De egy kicsit mernék párhuzamot vonni, hogy valamennyien itt a rendszerváltás óta együtt vándorlunk Magyarországon, zsidók, keresztények és muszlimok is, és ennek a vándorlásnak a során egymásra vagyunk utalva. Egymásra vagyunk utalva, mert csak akkor fogjuk tudni a Jóistennek a tanát átvenni, hogyha ezt valamennyire közös szívvel és közös akarattal tesszük. Akkor, hogyha ez a közös akarat, ez hiányzik, ez a tiszteletteli, szeretetteli, nem egyetértésen alapuló, de mégis közös akarat, akkor az szét fogja forgácsolni az erőnket. Van egy olyan fogalom, amit éberül is elmondanék, úgy mondják, hogy halaká, ezt vallásjognak is szokták gyakran fordítani, de a halaká tulajdonképpen a járandó út. Mert ugyanis akkor, amikor a Jóisten átadta az ő tóráját a zsidó népnek, akkor bizonyos részletkérdésekről a tórában nem szólt, hogy hogyan kell üzletelni, hogyan kell nősülni, egy csomó olyan fontos dologról, ami aztán későbbiekben mégis jelentőséget kapott, és a halaká az tulajdonképpen mindenről beszél. Igen ám, de tekintettel arra, hogy nincsenek ezek a halaikus előírások explicit módon említve a Tórában, ezért ott is kialakult valami olyan dolog, ami azóta is gyakorlatilag folyamatosan alakul ki, a zsidók vitatkoztak egymással. Teljesen döbbenetes, aki ma olvassa a híreket, el se tudja képzelni, hogy a zsidó közösségen belül viták, feszültségek, konfliktusok lehetnek, de mégis volt ilyen. Miután kicsodálkoztuk magunkat ezen, az első ilyen nagyobb vita két egészen kiváló férfiú és az ő iskoláik között zajlott, és arról vitatkoztak, hogy ezt a sok bölcsességet, amit a Jóisten átadott nekünk, ezt hogyan tudjuk mi a gyakorlat nyelvére lefordítani, azaz hogy lesz az isteni tamból, az égi kiáramlásból, hogy lesz itt a földön számunkra napi gyakorlat. Az egyik urat úgy hívták, hogy Hillél, a másikat úgy, hogy Shammai. A két iskolának a képviselői azok az általam is mondott szeretetteli nem egyetértésben voltak egymással, és 3 éven keresztül győzködték egymást arról, hogy akkor mégis egyes kérdésekben mi lesz a követendő út. 3 év az hosszú idő. És ennek a 3 évnek a végén pontosan ugyanott tartottak, ahol a 3 évnek az elején nem tudták eldönteni, hogy mi lesz a követendő út. Viszont akkor egy olyan dolog történt, ami az elmúlt 2000 évben már ritkán, egy bat kol, egy égi hang szólt, és azt mondta, mind a kettő az élő Istennek a szava, de a halaká az úgy lesz, ahogy Hillel mondta. Borzasztó hálásak lehetnénk ma is egy-egy ilyen égi hangért, amilyen fontos kérdéseket eldönt, de hát az égi hang egyszerűen kiment a használatból, vagy átmenetileg minden esetre szünetel. De ott is, amikor ez az égi hang kimondta, hogy kit kell követni, ki szerint kell a gyakorlatot kialakítani, akkor azért megkérdezték a bölcsek, hogy rendben van, de ha mind a kettő az élő Isten szava, akkor miért pont Hillel szerint? És erre... Hát ilyen ez a zsidó természetnek a sajátja, hogy kicsit mindig egyel többet kérdez, mint amit szeretnek hallani. Na mindegy. Szóval, hogy volt ez a kérdés, és megszületik a válasz, és a válasz úgy hangzik, hogy hát
Azért, mert Hillel és az ő képviselőjük szerények. Az nagyon jó, és vannak olyan helyzetek, amikor egy semmit mondó üres frázissal le lehet zárni hosszú problémákat is. Ez is egy kicsit úgy hangzik, mi az, hogy szerények. Valamennyien szerények vagyunk. És akkor megmagyarázza a Talmud, hogy mi az a szerénység, amire ők gondolnak, hogy Hillelék megőrzik a kisebbségi véleményt. Hogy ugyanis ők nem csak azt írják le, hogy ki szerint van a törvény, hanem a másik félnek, Semmájnak, aki kisebbségben marad, és nem szerinte megyünk, és nem őt követjük, az ő véleményét is megőrzik. Hát gondoljanak abba bele, hogyha a vitakultúrát hasonló elven lehetne alakítani így a 21. században, hogy nem egyszerűen csak arról szólna, hogy valaki érvekkel, vagy adott esetben hangerővel igyekszik a saját igazát bizonyítani, hanem odafigyel arra, hogy a másiknak a véleménye, a másik embernek a véleménye, akivel vitatkozom, annak a véleménye is kerüljön rögzítésre. Egészen más, egy szép új világnak a kezdetét is jelenthetné, hogyha ezek a viták, ezek sokasodnának a világban. És akkor megszületik ez a döntés, és tulajdonképpen kialakul a halahának a rendszere, és egyre többször arra futnak rá a zsidó közösségek, és azt hiszem, hogy a zsidó közösségek ilyen szempontból sem unikális képviselői az emberiségnek, hogy időről időre elfogy a szeretet. Elfogy a szeretet, és akkor, amikor elfogy a szeretet, akkor egy kicsit erősödnek a konfliktusok, bár a Talmud azt is följegyzi, hogy a két iskola, Semmáj és Hillel között a konfliktusok akkor erősödtek föl, amikor a szakértelemnek a hiánya is megjelent. Hogy ameddig felkészült emberek vitatkoztak egymással, addig nem voltak olyan élesek a konfliktusok, de onnantól, amikor ez a felkészültség ez már egy lényegesen alacsonyabb szinten maradt, akkor a konfliktusok is sokkal véresebbek lettek, előbb csak a szó szellemi, aztán a fizikai értelmében is. Pedig valamennyien nem volt olyan zsidó bölcs vagy zsidó átlagember, aki ne ismerte volna Mózes harmadik könyvének azt a tanítását, amelyik úgy hangzik, hogy szerest fele barátod, mint saját magadat. És ennek ellenére, úgyhogy ezt soha nem cáfolta senki, hogy ez egy fontos és igaz és pontos előírás lenne, mégis ennek az ismeretnek a birtokában is a közösségen belül elszabadultak az indulatok. Meg kellene próbálnunk valahogy megérteni, hogy akkor, amikor a Jóisten ezt a borzasztó nehéz parancsot odaadta nekünk, hogy szerest fele barátod, mint te magadat, akkor vajon mire gondolt? Azt nem tudhatjuk biztosan, hogy mire, mert aki biztosan tudja, hogy mire gondol a Jóisten, az már tévutas, már bálványimádó. Sejtéseink lehetnek, de akinek biztos csatornája van, az inkább orvost keressen föl. Szóval, hogy vajon mire gondolhatott az örökkévaló, amikor ezt a parancsot mondta. Hiszen, ha itt körbenézek, akkor biztos vagyok benne, hogy statisztikailag nem több, mint mondjuk 5%, aki képes arra, hogy minden egyes fele barátját egyformán szeresse, és tartok tőle, hogy többségben vagyunk olyanok, akik egyes fele barátainkat jobban, másokat kicsit kevésbé, és hát vannak, akiket egyáltalán talán nem szeretünk. Viszont a Jóisten lehetetlen feladatokat nem bíz az emberre, mert van benne ennyi könyörület, hogy mindig megpróbálja a törvényeit úgy szabni, hogy az ember tudja azt teljesíteni. És ezt megpróbálták lefordítani a bölcsek a gyakorlatnak a nyelvére, hogy mégis mit jelenthet ez. És pont ez a bizonyos Hillel, akit említettem, ő a következőt mondta, Die Alachsnele Havrach Lotaveid, azt mondja, hogy van ennek a gyönyörű mondatnak, ennek a szerest fele barátod, mint magadat mondatnak egy nagyon-nagyon praktikus olvasata is, hogy ami számodra gyűlöletes, azt a fele barátodnak ne tedd. Nagyon kevés költészet van ebben az olvasatban, nagyon kevés líra és nagyon kevés szívhez szólás. Hiszen az mennyivel szebb, hogy szeressétek egymást, szeressen mindenki mindenkit, ez egy sokkal-sokkal kedvesebb gondolat, mint hogy egy ilyen szikár mondatot mondani, hogy amit te nem szeretsz, hogy veled csináljanak, azt ne csináld másnak sem. Az én imádságom az évek, évtizedek óta azért szól, hogy ez a szellem, ez mint egy minimál csomag a világban, Európában, Magyarországon elfogadott legyen a lehető legtöbb ember által, zsidók és nem zsidók által egyaránt. Mert ha ideig eljutunk, akkor az egy minőségi, hatalmas különbség lesz. És ebben van még egy nagyon-nagyon komoly akadályunk, és ez a
amit szintén említettem így érintőlegesen, a lájkok, illetve a diszlájkoknak a kultúráját éljük. Az utolsó évtizedeknek az egyik sajátos velejárója az, hogy akkor, amikor véleményt mondunk valamiről, akkor nagyon gyakran ezt egy egyszerű koordinátarendszerben tesszük, az elmélyülés vágya, igénye és a ráfordított idő nélkül, hiszen nagyon gyorsan kell reagálni hírekre, és hát hogyan lehet reagálni, úgyhogy lájkolom vagy diszlájkolom. Most képzeljük el azt, amikor mondjuk ott áll valaki a Sinai-hegynél, és így hallgatja a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy jó, én vagyok az örökkévaló, ezt lájkolom, azt, hogy ne legyenek más isteneid, ezt diszlájkolom, mert az mégis... Szóval, hogy egész egyszerűen így, ezen a like-dislike koordinátarendszeren, ezen túl kell lépnünk. Ezen muszáj lesz túllépnünk, és az egyházaknak van egy olyan lehetősége, hogy azt sugallják, hogy igazán fontos dolgokról akkor érdemes véleményt mondani, akkor lehet releváns véleményt mondani, hogyha ennél a villámgyors lájkolás és diszlájkolásnál lényegesen több időt, lényegesen több elmélyülést fektetünk azok mögé, a dolgok mögé, amikről valójában véleményt szeretnénk mondani. Mert a véleménymondás és a véleményszabadság az... egy csapda. Egy olyan csapda, amelyik egyre kevésbé követeli meg a szakértelmet, és akkor, amikor mindenki érthet mindenhez, azzal még nincsen baj. Azt elmondhatja a véleményét, azzal sincsen baj, de ebben mégis túl sok a határátlépés. És ezeket a határátlépéseket, ezeket akkor tudjuk igazán visszafordítani, nem lehet parancsszóval, ha elkezdünk egy olyan kultúrát, egy olyan hitrendszert, egy olyan gondolatrendszert, és egyébként az európaisághoz erősen kapcsolódó gondolatrendszert erősíteni, amelyik mindössze azt kívánja, hogy olvasd el azt a 10 000 oldalt, amit el kell olvasnod, ami azt kívánja, hogy legyél kíváncsi arra, hogy mit gondol a másik ember, ami azt kívánja, hogy tudjál szeretni, tudjál kedvelni olyan embereket, akikkel soha az életben nem fogsz egyetérteni, ami azt kívánja meg az embertől, hogy a vallását ne antikvitásként vagy relikviaként, hanem élő dologként élje meg, és ha ez megtörténik, akkor azt mondhatjuk, hogy az a párbeszéd, ami elindult már régen, és ennek a párbeszédnek egy fontos lépcsőfoka lehet a mai alkalom is, az eléri a kívánt célját, és a vallások, az ábrahámi vallások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy jobb, élhetőbb világban éljünk, és azt hiszem, hogy ez közös cél. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönjük szépen Darvas István előadását, és azt gondolom, hogy ha most ezt a kis kerekasztalt itt megtartanánk, aminek a technikai előkészületei megtörténtek, akkor abba a leegyszerűsítő like-dislike csapdába sétálnánk bele, amiről itt szó volt. Én ezt szeretném elkerülni, úgyhogy inkább ezt a szeretetteljes egyetnemértést ezt adott esetben a büféasztal fölött gyakoroljuk majd egymással, viszont annál inkább kérem Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat, hogy akkor zárszavát itt tegye meg most. Igen, tisztelt főhercegi család, apát urunk, főrabbi úr, főmufti úr, elnök úr, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, hát a büféasztal biztosan nem fogok tudni konkurálni, és a volt gyerekkoromban egy nagyon kedves plébános bácsim, akitől egy életre szóló bölcsességet tanultam, ő azt mondta nekem, hogy Zsoltikám, jegyezd meg, kétféle prédikáció létezik, vagy rövid, vagy rossz. Már csak ezért is nagyon-nagyon rövid szeretnék lenni. De a miniszteri minőségemben talán a magyar állam szempontjából levonni a tanulságokat, és a Keresztény Demokrata Néppárt elnökeként pedig a keresztény demokrácia szempontjából levonni néhány tanulságot. Habsburg Otto halálának a 10. évfordulójánál vagyunk. 10 év, azt gondolom, egy olyan időtáv, ami után pontosan meg lehet húzni
egy államférfinek, egy személyiségnek a történelmi mérlegét. És azt gondolom, hogy Habsburg Ottóról nem lehet úgy beszélni, csak önmagában, mint egy államférfiről, hanem ő személyében ideáltípusként megtestesíti a Habsburg-Lotaringiai uralkodóháznak a történetét, és megtestesíti az osztrák-magyar monarchiának a történetét. Ezért az első gondolat, amit talán a magyar állam szempontjából érdemes levonnunk, az osztrák-magyar monarchia történetéből, hogy sokkal jobban a gondolkodásunk középpontjába kellene állítanunk a monarchiának a történetét. Nem csak azért, mert ha most végignézek mondjuk Magyarországon, a körúttól kezdve a Duna kikövezésén át, akár az országgyűlés épületeig, az értékeinknek egy igen jelentős része 1867 és az első világháború között épült. Hanem azért is, mert a közép-európai létünk meghatározó tapasztalata, amit persze PC alapján talán korrektebben kellene, politikailag korrektebben kellene kifejteni, de mégiscsak az, hogy a német birodalom és az orosz birodalom között vagyunk. Ennek a két hatalmas népnek és hatalmas birodalomnak a története sokszor változott. De a közép-európai kisnépek történetét mégiscsak az határozza meg, hogy a német és az orosz tenger közé vagyunk szorulva. És az osztrák-magyar monarchia volt az, amelyik úgy volt képes megőrizni a birodalom népeit, hogy nem lettünk kiszolgáltatott játékszerei sem a német, sem az orosz birodalomnak. Fontos azt is megemlíteni, hogy a közép-európai kisnépek sorsközösségének a tudata az persze volt. Érdemes megjelenteni mondjuk Kossuthnak a Dunamenti Népek Konfederációját. Igen, de ez egy teória. Egy utópia, jobb esetben is egy cél. A Habsburg birodalom története pedig történelmi adottság. Az osztrák-magyar monarchia története és valósága az nem egy utópia és nem egy fikció, nem egy íróasztalnál kitalált elmélet, hanem húsvér valóság. Évszázadok méhében forrott ki, és ezért Ausztria-Magyarországnak a története és a benne lévő többi népnek, cseheknek, horvátoknak és így tovább a története, az egy közös mentalitás történet is. Tehát, amikor érdemes visszamenni talán Deáknak a húsvéti cikkére, ahol persze kifejti gazdaságilag, hogy Ausztriának, Csehországnak meg kell fontolni, hogy meg tud-e lenni a magyar agrárium nélkül. Magyarországnak meg kell fontolni, hogy meg tud-e lenni az osztrák cseh ipar nélkül. Németországnak, Ausztriának meg kell fontolni, hogy ellen tud-e állni a nagy német gravitációnak, gondoljuk az Anschlussra. Magyarországnak meg kell fontolni, hogy a Szent Istváni állam fönntartható Ausztria nélkül. De mindezeken túlmenően a legfontosabb állítás az az, hogy közép-európai kisnépei játékszerek lesznek a birodalmak között. Míg Ausztria és Magyarország, a Habsburg birodalom egy olyan közép-birodalom, amely képes ellenállni mind a német nyomásnak, mind az orosz nyomásnak. Történelmi koronként különböző ideológia alatt, különböző név alatt, de mégiscsak ez a geopolitikai adottság. És ezért állítom azt, hogy az osztrák-magyar monarchia története, aminek az ideáltípusa, eszenciájának a megtestesítője is Habsburg Ottónak a szellemisége, pontosan azt fejezi ki, hogy ez a történelmi adottság, ez a történelmi és mentalitásbeli egység, ez egy olyan értékgazdagság volt, bizonyos értelemben van most is, ezt próbáljuk a V4 keretében egyébként a mai szituációban megvalósítani, ami a lehetőséget adta a közép-európai kisnépek együttműködésének egy olyan közép-birodalom formájában, ami képes volt ellenállni mind a német expanziónak kelet felé, mind az orosz expanziónak nyugat felé. Halkan mondom, sokkal szervesebb egység volt, mint ma az Európai Unió.
tisztelem balti barátainkat, tisztelem mondjuk görög barátainkat, de nem értem az asszociációikat, nem értem, amikor elmondanak egy viccet, és nem értem a mentalitásukat. Egy horvátot, egy csehet, egy szlovákot, egy osztrákot félszavakból értek. Azért, mert közös mentalitásban vagyunk, közös kultúrkörben. Tehát az egyik nagy örökség a közép-európai kis népeknek az egysége, mert csak ez teszi lehetővé az értékeink és az érdekeinknek az érvényesítését. A másik pedig, kereszténydemokrata politikusként a számomra a legcsodálatosabb Habsburg Otto személyiségében, hogy a politikai filozófiája az a legszorosabb egységben volt a személyes életével. Valóban hitvalló keresztény ember volt, nem utolsó sorban a bencés atyáknak a jóvoltából, amiről mindig nagyon büszke volt. Európai műveltségű államférfi, magyar szívvel tudott gondolkodni, és a szó legteljesebb értelmében jó családapa volt. És ezért Habsburg Ottónak, amikor a keresztény civilizációról, zsidó-keresztény civilizációról, Európa keresztény civilizációjáról gondolkodott, amikor az európai nemzetek sokszínűségéről gondolkodott, benne a magyarság küldetéséről, vagy amikor a család szerepéről a társadalomban, akkor ez nem pusztán egy politikai filozófia volt, hanem a személyes életének a megélt valósága. És ezért ő valóban egy klasszikus kereszténydemokrata államférfi volt, Adenauer, Schumann és de Gasperi értelmében. Egy személyes dolgot mondjak, pár nappal ezelőtt az Európai Néppártnak a summitján, csúcsán vettem részt, ahol ugye sajátos politikai helyzet van ma Európában, és bizony azt kellett látnom, hogy még a mi politikai pártcsaládunkban is van egy olyan, ami a mainstreamnek a nyomása, hogy a progressziót úgy képzelik el, hogy már nincs keresztény civilizáció, hanem egy poszt-keresztény, elvallástalanodott világ van. Nincsenek nemzetek, nincsenek szuverén nemzetállamok, hanem egyre inkább egy európai bürokrácia által uralt Európai Egyesült Államok körvonalozódik, és nincs család, hanem van gender ideológia. Nagyon bonyolult kérdés, és semmiképp se egy zárszóra tartozik ennek a megoldása, de azt gondolom, hogy Habsburg Otto politikai öröksége a klasszikus keresztény demokráciát erősíti. Azt, hogy igen, Európában történelmi adottság a keresztény civilizáció, aminek ott vannak az ószövetségi gyökerei, a zsidó etika, ott van a görög kultúra, a római jog, vannak építőkockák, de ezt az egészet mégiscsak keresztény civilizációnak tekinthetjük. Mindenkinek megvan a személyes vallása, mindenki személyes Isten kapcsolata, személyes, talán nem is vallás, nem személyes vallása, hanem inkább személyes Isten élménye, Isten kapcsolata a saját egyházában, felekezetében, de a civilizációs egység mégiscsak az, ami Európa identitását adja. A nemzeti szuverenitást ő soha nem kérdőjelezte meg. És azért azt gondolom, hogy itt is fontos a Habsburg uralkodóháznak a történelmi tapasztalata. Volt idő, amikor összbirodalomban gondolkodott az uralkodóház, gondoljuk mondjuk II. Józsefre, Ganz Reich, ugye az egész az összbirodalom. De a történet nem ment. És ezért kulcsfontosságú 1867 a kiegyezés, ami annak a belátása, hogy szükséges egy közép-európai egység, ez volt az osztrák-magyar monarchia, de szükséges ezen belül a nemzeti szuverenitásoknak az elismerése. Ezért kötöttük meg 1867-ben a kiegyezést Ausztriával, és később egy év múlva például Magyarország megkötötte a teljes kiegyezést Horvátországgal. És nyilvánvalóan szükséges volt a csehekkel, vagy szükséges lett volna a csehekkel való kiegyezés, és így tovább. És azért tartom ezt kulcsfontosságúnak, mert a nemzeti lét értékként való elismerése az egy mélyen keresztény gondolat.
Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. És ezért valamiképpen az égi hazához is hűtlen, aki a földi hazájának a sorskérdései elől dezertál. Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték. Olyan sajátos értékgazdagság, ami csak és kizárólag az a nemzet adhat az egyetemes emberiségnek. A cseh a csehségét, a lengyel a lengyelségét, a horvát a horvátságát és a magyar a magyarságát. És az egyetemes emberiség lesz pótolhatatlanul szegényebb, ha bármely nemzet eltűnik. És éppen ezért keresztény alapon két szélsőséget kell elutasítanunk. És ennek egyébként Habsburg Otto ideáltípusa volt ennek a tudásnak. Az egyik szélsőség, amelyik nem tekinti értéknek a nemzeti létet. Ezt mondjuk internacionalizmusnak lehet nevezni. Ez tévedés, ez egy antropológiai tévedés, mert az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn. Minden nemzet egyszer is megismételhetetlen érték. Tehát az egyik tévedés a nemzeti lét értékként való elutasítása. A másik tévedés pedig az, amikor egy nemzet az életjoga alapján kétségbe vonja más nemzetek vagy nemzetiségek létezéshez való jogát. Ezt nevezhetjük mondjuk sovinizmusnak. A keresztény civilizáció, a Biblia, zsidó-keresztény azt tanítja, hogy minden nemzet egyszer is megismételhetetlen érték. Ezért elutasítja az internacionalizmust, ami nem tekinti értéknek a nemzeti létet, és elutasítja a sovinizmust, ami egy nemzet életjoga alapján tagadja más nemzeteknek a létezéshez való jogát. És ezért például szép szimbólum volt, ahogy Habsburg Otto fölvette a magyar és a horvát állampolgárságot is. Ahogy beszélte a birodalom népeinek a nyelvét. Mert ezzel fejezte ki, hogy a szükséges közép-európai egységen belül, aminek a történelmi formája a Habsburg birodalom, az osztrák-magyar állam abban az időszakban, ezen belül a nemzeteknek és a nemzetiségeknek a sokszínűsége és a létezéshez való joga, sőt kötelessége és küldetése az, hogy megőrizzék a sajátos örökségüket. És a harmadik pedig, amit ugye az állami minőségem és a kereszténydemokrata minőségem után, még bizonyos értelemben miniszteri minőségemben mondhatok, hogy nagyon fontos dolog volt, hogy nem pusztán arról van szó a Habsburg Otto intézet tekintetében, hogy egy kutatóintézetet vagy egy magyar, vagy egy múzeumot mondjuk támogat a magyar állam, hanem egy szabályos megállapodás született két entitás között, a magyar állam és a Habsburg ház között, amit egy szerződésben is aláírtunk, hogy a Habsburg Otto intézetben ezeket az értékeket, amit Prőle Gergő barátom részletesen kifejtett, amik fantasztikus történeti értékek és relikviák, ezek itt Magyarországon, Budapesten, itt a budai várban kerülnek majd méltó helyre. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy egy a múzeumok közül, nem egy a kutatóintézetek között, hanem nagyon tudatos formájában egy szerződés alapján jött létre a magyar állam és a Habsburg ház között. És én azt gondolom, hogy Habsburg Ottónak az életpéldája, a személyisége, a történelmi öröksége egyfajta kötelezettséget is jelent nekünk. Kötelezettséget és lehetőséget. Azt, hogy a Habsburg ház, a Habsburg család az nem pusztán, kizárólag és csak a múltnak egy integráns, fontos, szerves része, hanem azt is, hogy a Habsburg család a magyar jelennek is része, és része a magyar jövőnek is. És itt szeretném megköszönni azt, hogy részint Habsburg Eduard Rómában, a Vatikánban, az Örökvárosban, és Habsburg György Párizsban diplomataként, nagykövetként szolgálja a magyar nemzetet. Köszönöm nekik a nemzetszolgálatukat, és köszönöm önöknek, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen miniszterelnök helyettes úr szavait. Ez én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az alapítvány
a mindennapi munkájában természetesen szintén nagyon hálás azért az állami támogatásért, amiben részesül, és Zsolt, a te jelenléted, ami különböző alkalmainkon ezt ékesen bizonyítja a személyes elköteleződésen túl. És természetesen mi is köszönjük a családnak, hogy odafigyel erre a munkára. Habsburg György most már Párizsból figyel, de figyel, és természetesen az alapítvány kuratóriuma is sokat tesz azért, hogy nem pusztán a figyelem legyen meg, hanem valóban az alapítvány egy olyan hely legyen, ami folyamatosan számíthat és számít is mindazon dokumentumokra, amelyek a világban vannak, Habsburg Ottóra vonatkoznak, és mind-mind voltak éppen a magyar történeti gondolkodást, és ezáltal a magyar nemzeti kincseket gyarapíthatnák, és gyarapítják is. A főmufti úr jelezte, hogy valamit szeretne még mondani. Én akkor erre szívesen megadom a lehetőséget, úgyhogy parancsoljon. Dámy és gospoda, dozvol. Tisztelt hölgyeim és uraim, az iszlám közösség nevében szeretném az alapítvány elnökének átadni egy kis ajándékot, amit Szarajevóból hoztunk. Tehát a Prölle úrnak szeretném átadni, ami megfogja, tehát annak emlékének, hogy gyakran látogatott hozzánk Szarajevóban, tehát ezzel szeretném megköszönni a meghívást, és nagyon remélem, hogy az alapítvánnyal továbbra is közös és fontos együttműködést folytatunk majd. Kérem akkor a Prölle úrat. Ez igazán kedves, és nagyon köszönöm főmufti úr gesztusát. Ezt nem a nekem szánt ajándéknak tekintem. Egyébként egy klasszikus szarajevói részből készült kávéskészlet van benne, tehát ez a közösségi együttlétnek lesz egy kiváló apropója. Úgyhogy én ezt nagyon szépen köszönöm, és természetesen az alapítvány kuratóriuma nevében is teszem ezt, de erről a helyről szeretném megköszönni munkatársaim közreműködését ennek a konferenciának a létrejöttében, a tolmácsok közreműködését, és természetesen még egyszer a pannonhalmi főapátság vendégszeretetét, amire előre jelzem, nem fenyegetésképpen mondom, a jövőben is számítunk. Úgyhogy mit mondhatnék? Természetesen Isten áldja a Habsburg Ottó emlékét, és azt gondolom, hogy mivel az ő élete és matuzsálemi kora már halála pillanatában is igazából csak hálaadásra adhatott okot, én azt hiszem, hogy ha ő odaföntről minket közösségként lát, akkor nem csak akkor fog örülni, ha mi a szarajevói készletből együtt kávézunk, hanem ha most minnyáján együtt megebédelünk. Úgyhogy szeretettel hívom Önöket a Viátor étterembe. Köszönöm, hogy itt voltak.